Tovább népszerűsíti a matematika, a természettudományos, műszaki és informatikai szakjait a Nyíregyházi Egyetem egy projekt keretében. Hogy milyen programok szolgálják a képzések és az infrastruktúra bemutatását, és hogy milyen esélyekkel lehet elhelyezkedni ezekkel a végzettségekkel, arról is szó lesz mai adásunkban. Előbb tekintsük át, hogy mivel foglalkozunk még. Köszöntöm Önöket! Építésügy. Változások a bejelentésekben és a beépítési szabályokban is. Gazdasági növekedés, pozitív kilátások a tavalyi visszaesést követően. MTMI szakok, nőtt a jelentkezők száma az elmúlt években a Nyíregyházi Egyetemen. Ismét alacsonyabb áfa mellett vehetünk új építésű lakást, és felújítási támogatás is igényelhető január 1-e óta az otthonteremtési program részeként. Az építésügyi szabályozás területén több más változás lépett életbe az év elejével, amelyek például a használatba vételi engedélyt és az egyszerű bejelentést érintik. A közel nulla energiaigényű épületek használatba vétele kapcsán fél év haladékot adott a kormány. A témával kapcsolatban pedig vendégünk a stúdióban Vég József, a megyei területi építészkamara elnöke. Jó napot kívánok, elnök úr! Köszönjük szépen, hogy itt van nálunk. És hát akkor először nézzük a nulla energiaigényű építésre vonatkozó határidő kitolását. Önök ezt hogyan kommentálják? Üdvözlik ezt a lépést? Hosszú előtörténete van már ennek a uniós követelményekhez közelítő, hát magyarországi energetikai tervezésnek. 2006-ban született egy TNM rendelet, ami szinte évente folyamatosan növekvő követelményeket foglalkozott meg az átadandó épületekkel kapcsolatban. És hát ennek az evolúciós folyamatnak egyfajta zárása lenne, illetve az is a 2020. december 31-e és évvége, mivel az ezt követően használatba vett épületekre már közel nulla energiaigényű műszaki megoldásokat kell alkalmazni, illetve ezt kell igazolni, és hát ismerve tudva az elmúlt év viszontagságait a vírushelyzet miatt, és ezzel összefüggésben azért minden megnehezült és tervezhetetlenebbé vált, a kormány fél év türelmi idővel, ha tetszik, kitolta ezt a fajta határidőt, és ez június 30-ig működik. A vonatkozó iratok szerint ez már Isten bizony az utolsó határidő. Addig még a korábbi követelményekre tervezett épületek, tehát még nem a közel nullára, hanem egy kicsit korábbi szabályokra épülő és megépült épületeket még át lehet adni fél éven belül, illetve használatba lehet venni. Amikor először megjelent a hír ezzel kapcsolatban, úgy ugye január 1-től most már kötelező lesz, akkor szerintem sokan megijedtek, hogy mennyivel fogja megemelni a lakásépítés árait. Ugye amellett még ugye az 5%-os áfáról sem volt már szó, hanem visszatért a 27%-os áfa, de valóban egyébként mennyivel emeli ez meg a költségeket? Nyilván az arról egy szó, átlagos ház esetében, hogyha beszélünk. Hát most dobálózhatok néhány százalékkal, annyira azért nem feltétlenül, de van egyfajta portfóliója ezeknek a közel nulla energiaigényre tervezendő házaknak, illetve hát ezzel együtt megjelent egy megújuló energia hasznosítási kötelezettség is ebből a csomagba. Úgyhogy ezeknek a teljesítési módja a hőszigetelés vastagságának a növelésével részben megoldható, részben pedig hát kötelező elemként megjelenik a napelem, napkollektor, vagy geotermikus energia használatnak az alkalmazása, illetve vannak ennek a hőcserélős, illetve hővisszanyeréses energetikai megoldásoknak van egyfajta portfóliója. Ennek vannak költségesebb és látszólag egyszerűbb dolgai is, tehát hőszivattyús megoldás, ez a kulcs szó, itt keresem a fejembe, amelyik a legszebb szó erre, amit mondanom kéne, tehát hőszivattyús megoldásoknak. Erre egyébként a mai egyszerű telepített klímakészülékek, amik fűtésre is igénybe vehetők, tehát fűtenek, ezekben már van ilyen, ezek is hőcserélős technikák, és tulajdonképpen ezek is alkalmasak már arra, hogy ilyen típusú megfelelésekben elfogadásra kerüljenek. Viszont gondolom, aki most kezd neki az építkezésnek, az már egyáltalán ne számítson arra, hogy neki nem lesz kötelezettsége nulla energiaigénynek megfelelő házat létrehozni. Nyilvánvalóan a szokásos építő
érkezési időket és a még bizonytalanabb egyéb körülményeket is látva nyilván, aki építkezni kezd, az egy évre vagy akár több évre tervezi ezt a megvalósítást. Úgyhogy ez az üzenet csak azoknak szól, akik megcsúsztak és még nem értek a végére, de már igen közel vannak hozzá. Sokan voltak ilyenek? Hát azt gondolom, hogy igen, nekem a saját kapcsolati körömben is volt ilyen problémával küzdő kollega, aki most azt gondolom, nem beszéltem, de most nagyon örülhet ennek az évvégi toleranciának, ennek a plusz fél évnek. Építési bontási engedély hatája meghosszabbodik. Erre miért volt szükség? Hát aki a szakmában eltöltött már pár tíz évet, az tudja, hogy ennek az engedélyekkel összefüggő érvényességi határidőknek is volt egyfajta evolúciója. Legutóbb talán 3 évig volt érvényes egy építés engedély, amit 2-szer, 1+1 évvel még meg lehetett hosszabbítani, és akkor 5 évig ez kitolódott. De akkor ez mindig, ha valaki nem tudta elkezdeni, vagy valami problémája volt, akkor ez azért egy adminisztrációs procedúrát igényelt, és ezzel kellett meg hosszabbítást kérni, hogy végül is belefoghasson a dolgába. Azt gondolom, hogy ezt a fajta technikai segítséget nyújtja ez a rendelet. Magyarul az építési engedélyt, ha valaki megkapja, a mostani szabályok szerint 4 évig lesz érvényes az építési engedély, és ha megkezdte a munkát, ez azt jelenti, hogy 3,5 év korába kezdtem meg, akkor további 6 évig építheti az épületét. Ez egy majdnem 10 éves történetnek ad keretet, ami egy picit nekem most furcsa is egyébként, mert akkor a távlat a mai világ ettől gyorsabban pörög, és a változások állandóan zajlanak követelményekbe vagy bármibe. Ettől függetlenül ez egy komoly könnyebbség és tervezhetőséget is jelent mindenkinek, és nem egyfajta ilyen prést, ami állandó ott leveg a demoklész kardja, az ember feje fölben megint baj lesz, mert minden lejár vagy egyebek. Itt van egyfajta jelentős tolerancia így ebben a rendszerben. Viszont hogyha az ember hát a környező országokba kitekint, vannak olyan országok, ahol rengeteg az ilyen félkészház. Tehát, hogy elkezdték és nem fejezték be. Magyarországon az ön tapasztalatai szerint mi a jellemző e tekintetben? Szükség van itt is olyan módosító szabályokra, amelyek ösztönzik azt, hogy fejezzék be? Jó ez a felvetés egyébként. Korábbi, ugye mostanában nem utazunk túl sokat, sőt szinte semmit, de a korábbi években volt szerencsém Lengyelországban is látni ilyenfajta összképet, ez egy olyan jó 5 évvel ezelőtt volt, úgyhogy a mai Lengyelországot azért nem tudom most hova tegyem, de hogy rengeteg ilyen vakolás nélkül, egyébként késznek tűnő, de csupasztéglás és befejezetlen épületet láttam, és hát hasonlókat, aki délnek veszi, vagy délkeletnek az irányt Románia felé, ott volt még szerencsém szintén hasonló utakra és tapasztalatokra. Tehát ennek van egy ilyen kelet-európai sajátossága, nem tudom, bizonyára van azért Nyugat-Európában is befejezetlen ház. Valószínűleg itt a kelet-európai hagyományaink gazdasági vagy egyéb okokból talán nagyobb arányban szülnek ilyen típusú befejezetlenségeket. De Magyarországon ezt én azért olyan mérőnek nem gondolom vizuálisan az utcakép alapján, mint amit adott esetben az előbbi két országban így az emlékeimbe hordozok. Csak azért, mert ugye van egy új jogszabály is, hogyha jól tudom, hogy a befejező építkezéshez nem kell új engedély, hogyha adott egy ház. Így van, tehát a mostani, tehát január 1-től életbe lépett szabályok között van egy ilyen könnyítés is, hogyha valaki építési engedéllyel elkezdte a munkát, ez lehet akár 10 éve, és nem jutott a végére, nyilván lejárt az engedélye és egyebek, akkor olyan könnyítést kapott, hogy ha a tartó szerkezetet vagy az épület hasznos alapterületét nem érinti a befejezési szándék, és nincs változtatási szándék, akkor a befejezésre irányuló új vagy kiegészítő építési engedély kérése nélkül be lehet fejezni az építési munkát, és el lehet jutni a használatba vételi engedélyig. Van egy másik fontos változás is, vagy engedély, engedmény. Ugye általában a telkek beépítési százaléka az a 30%, és most már ezt felemelték 35%-ra, mondjuk azzal a kitétellel, hogy az önkormányzatok dönthetnek saját hatáskörben, hogy most akkor engedik ezt a 35%-ot, vagy sem. Önöknek mi a véleménye erről? Üdvözlik-e? Egyáltalán van-e értelme? Mert ha jól tudom, akkor például Nyíregyházán maradnak a 30%-os beépíthetőségnél.
Hát annál inkább, mert minden településnek van annak település rendezési eszközei, azaz szabályozási terve és helyi építési szabályzata, azok tartalmazzák ezeket az előírásokat, úgyhogy ez most nem úgy fog megoldódni. A mostani rendelkezések közt van olyan, ami azonnal, vagy mondjuk folyó engedélyekre már azonnali hatállyal például vonatkozik ez a hosszabbítási dolog, külön beavatkozás nélkül, amennyire én elolvastam a rendelet szövegezését. De a beépítési százalék az egy keret szabály az oték, a mi bibliánk az építészek és a műszakiak világába. Az országos területrendezési és építési követelményeknek a rövid neve. És abban jelent meg ez a szándék, ami jellemzően a kertvárosi térségekben a 30%-os telek beépítettség sok-sok éve egyébként ez a szakmai gyakorlat. Ezt a jogalkotó 35%-ra emelte, de ez majd az én olvasatomban akkor működik, ha az adott települések egyébként ezt átültetik a saját szabályozásaikba, ami viszont hónapokban, esetenként évbe vagy még több időbe telik. Ettől függetlenül a mozgástér kibővült, ahol ezt a település önkormányzata jónak látja, ott élhet ezzel a lehetőséggel. Az, hogy ez indokolt-e, ha elmegyek kertvárosi zónákba, én pillanatok alatt látok, mint építész olyan telekbeépítéseket, ahol biztos vagyok benne, hogy a főépület már elvitte a 30%-ot, és még ott az oldalhatár mentén, mintha még sejlene, ugye egy-két melléképület egyedek, vagy egy filagória, vagy a nem tudom mi. Tehát ezeknek azt gondolom valós igényeknek megy elébe egy kicsit a jogalkotó, hogy egy picit lazít és picit enged többet, mert egyébként az emberek akkor is megteszik ezt, ha a szabályok áthágásá. Egy picinek tűnő, de azért büntethető áthágásával teszik ezt meg. Összességében mi mondható el, hogy ezek a meghozott intézkedések vagy könnyítések valójában mennyire fogják akkor a lakásépítési kedvet támogatni? Hát így egyesével ezek a dolgok úgy nem mindegyik tűnik akkora súlyúnak, vagy döntést feltétlenül befolyásolónak, de azt gondolom, hogy csomagban annyi sok könnyítésnek mondható, hát adminisztrációs intézkedésre került sor, hogy azt a légkört, ami körülveszi az építést, és amikor valaki elkezd ezzel foglalkozni, és ezer dologtól fél, és félhet is, mert van rá oka, tehát pénzügyileg a mesterekkel baj van, a tervezővel, és jönnek majd a mindenféle engedély, vagy nem kell engedély, de sok baj lehet. Ezek mégis azt üzenik, hogy ne féljetek, és egyfajta kedv csináló. Tehát én azt gondolom az építési kedvet. Ezek a gesztus, esetenként gesztus, de azért vannak ebben egészen komolyan vehető dolgok, olyan értelem, hogy ez a plusz 5% a beépítésre, stb. Ezek mindenképpen olyan üzenetek, amik az emberek építés és szerintem életkedvét is segítik. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon szívesen. 3,5%-os gazdasági növekedéssel számol a pénzügyminisztérium a 2020-2024 közötti időszakra szóló makrogazdasági és költségvetési előrejelzésében. A tavalyi visszaesés követően a folytatásban a bruttó hazai termék jelentős növekedése várható. Az elemzés alapján az államháztartási hiány és a GDP arányos államadóság is évről évre csökkenhet a következő időszakban. A pénzügyminisztérium azon dolgozik, hogy az ország visszanyerje növekedési lendületét, nyilatkozta korábban Varga Mihály. A pénzügyminiszter elmondta, egy 3 éves pénzügyi programon dolgoznak, amely helyreállítja a költségvetési helyzetet. Várakozásuk szerint 2022 első fél évére épülhet vissza a bruttó hazai termék a válság előtti szintre, és az év második negyedévében várható gazdasági fordulat. Az, hogy 2021-ben milyen növekedés várható, hát ez persze a 3,5%-os növekedés. Véleményem szerint ettől jóval több lesz. Itt fontos az, hogy majd ha megállapítják azt, hogy 2020-ban milyen volt a növekedés, vagy milyen szinten áll a gazdaság, akkor derül majd ki, hogy mit kell tenni a növekedés érdekében, de szerintem alacsony a 2020-as eredmény, úgyhogy biztos, hogy ez, ha csak rosszabb helyzet nem következik a vírusból adódóan, akkor biztos, hogy túlszárnyalja a gazdaság. 2020-ban nagyon nehéz volt
a gazdaságot védeni, hiszen elég kiszolgáltatott helyzetben volt az egész világgazdaság. Tehát itt tűzoltó módszerekkel lehetett a helyzetet javítani, de igazából ezek nem voltak olyan módszerek és olyan lehetőségek, hogy alaposan javítsa a gazdaság helyzetét. Tehát ez a 2020 az egész világon az elmúlt 100 évben nem volt ilyen helyzet, nem volt ilyen probléma, tehát ezt kezelni nagyon nehéz volt. A világgazdaság kiszolgáltatottsága miatt tűzoltó helyzetekkel lehetett a stabilitást fenntartani, mondta műsorunknak Gerhes Miklós közgazdász. Az indulásnál nem csak a különböző szektorok fellendítését kell kezelni, hanem a sebeket is gyógyítani. Nagyon sok család kasszája kiürült. Gondoljunk csak a legelrettentőbb példa, vagy a legsúlyosabb helyzet a vendéglátásban dolgozók, meg a vendéglátó tulajdonosoknak a helyzete. Tehát őket meg kell menteni, és tulajdonképpen pénzhez kell jutniuk akkor, amikor ők még nem termelnek. És a vendéglátás az, és az idegenforgalom az a szektor, amelyet a legnagyobb károk érték. Úgyhogy itt először azzal kell kezdeni, hogy a sebeket begyógyítani, és akkor utána induljon a gazdaság, és ott hát különböző módszerek lehetnek, beruházások, állami beruházások finanszírozása, és ez már érinti a költségvetés helyzetét és szerepét, mert az állam tud ezekben a dolgokban lépni elsősorban. Az államnak jelenlegi helyzetében az állami beruházásokat is növelnie kell. Tehát itt ez egy nagyon fontos eszköz az állami költségvetés oldaláról nézve, hogy támogatni a nagy beruházásokat. Nagyon fontos válságkezelési és költségvetési politika kezelése, az adóknak a megfelelő módon történő kezelése. Egy ilyen helyzetben inkább az adó csökkenések kerülnek előtérbe, amit a kormány már be is jelentett. Megköszi, tehát nagyon helyesen alkalmazza a költségvetési politika eszközei közül az egyik eszköz az adó csökkentését. Nehéz pénzügyi helyzetben felmerülhetnek alternatív gazdaságélénkítő lehetőségek is a gazdaság stabilitása érdekében. Milton Friedman, Nobel-díjas közgazdász 1969-ben dolgozta ki helikopterpénz elméletét a pénz optimális mennyisége című tanulmányában, amely szerint a központi kormány úgy juttat közvetlenül pénzt a lakossághoz, mintha helikopterből szórná, annak érdekében, hogy a keresletet fellendítse és kimozdítsa a gazdaságot a válságból. De ugye ez a helikopterpénz azért tulajdonképpen Brüsszelből érkezik a következő időszakra, mert az lesz egy olyan nagy összeg, ami Magyarországra megérkezik, és beindítja a gazdaságot. Megszavazták a helyreállítást. Ez egy óriási pénzmennyiség. Tehát ez egy nagyon komoly segítséget ad az egész Európai Unió gazdaságának, a gazdaság talpraállításában. Van mit helyrehozni, hát szükség van ezekre a pénzekre, és hát ezt jól kell felhasználni. A lehető legjobb helyekre kell tenni, olyan helyekre kell tenni, ahol valóban a szektorok majd termelik egyrészt a saját részükre, másrészt pedig az állami költségvetésbe való fizetésükkel növelik a gazdaság stabilitását. Szakértünk véleménye szerint fiskális alkoholizmusról nem beszélhetünk, nem jelent meg Magyarországon a túlzott mérték nélküli költekezés. A fiskális politikánkban vannak nehézségek, nehéz elemek, de nem gondolom, hogy ez bekövetkezett. Egy tény, hogy jelenleg még nem tudjuk, hogy az állami költségvetés hiánya mekkora. Ugye a tervek azok általában egy évre olyan 3-3,5-4% körüli költségvetési hiányt terveznek. Most valószínű, hogy ez jóval több lesz, de a pontos számot még nem tudjuk. Ellenzéki körök azt mondják, hogy 9,5% körül lesz. Én még kormánykörökből nem hallottam erre számadatot. Meg kell várni, ez konkrétan meg fog jelenni, hogy mennyi az állami költségvetés hiánya. És akkor érdemes erről beszélni, hogy sok vagy kevés. Minden bizonnyal sok lesz. Tehát a világon mindenütt és az Európai Unióban is magas a költségvetési hiány. Az, hogy ennek mértéke milyen, pontosan még nem tudjuk.
Ha 9,5-10% körül lesz, az nagyon magas. Még egy ilyen nehéz évet, mint a 2020-as év, én azt gondolom, hogy a világgazdaság és a magyar gazdaság is természetesen a nagy része ennek nehezen tudna elviselni. Tehát itt mindenképpen be kell indulni a termelésnek. Szerencsétlen számunkra az a dolog, de hát vannak ettől szerencsétlenebb helyzetben lévő országok, az Egyesült Államok vagy Spanyolország, amelyek gazdasági életében, különösen a spanyolok, a franciák, akiknek az idegenforgalom és a turizmus nagyon nagy szerepet játszik a gazdaságban, a GDP termelésben. Ezek az országok már nem nagyon bírnának ki még egy ilyen évet. A koronavírus elleni hatásos és biztonságos vakcina kiútat jelent a világjárványból és a gazdasági válságból is. A cél most az, hogy a visszaesés minél kisebb legyen, és minél rövidebb ideig tartson. Ez a törekvés motiválja a gazdaságpolitika szereplőit szerte a világban, így Magyarországon is. Továbbra is nagy hangsúlyt fektet a matematika, a természettudományos, műszaki és informatikai szakok népszerűsítésére a Nyíregyházi Egyetem. Egy 2017-ben indult projektjüknek is köszönhetően az elmúlt években folyamatosan emelkedett az ilyen képzésekre jelentkezők száma. Tavaly volt egyedül egy kis megtorpanás, vélhetően a koronavírus járvány következtében. A témával kapcsolatban pedig vendégünk a stúdióban Dobróné dr. Tóth Márta, a Nyíregyházi Egyetem környezettudományi intézetének főiskolai tanára. Kezdjük sokan, köszönjük szépen, hogy itt van nálunk. 2017-től megy ez a projekt, amelynek a neve Jeep projekt, hát mint az autó, egyébként úgy is kell leírni, meg úgy is kell ejteni. Akkor az elmúlt 3 évben milyen tapasztalatok gyűltek össze? Mi az, amit megpróbáltak tenni annak érdekében, hogy minél többen jelentkezzenek ezen szakokra? Elsősorban ebben a JIP programban, tehát a Junior Engineer Education Program és ugye pályorientáció a matematika, műszaki, természettudomány és informatikai szakok iránt. Ebben a pályázatban leginkább nem formális olyan, hát igazából képzéseket, programokat próbáltunk nyújtani a fiataloknak, elsősorban középiskolásoknak, amivel egyrészt megismerik az egyetemi infrastruktúránkat, kedvet csinálhatunk a MTMI szakokhoz, és részt vehettek olyan programokban, akár az egyetemen, vagy akár a középiskolában, ahol akár a matematika, akár a természettudomány, akár az informatika területen, műszaki területen egy kicsit bepillantást kaphattak olyan programokba, amivel kedvet, motivációt csinálhattunk nekik a továbbtanulás iránt. Ezt nagyon fontosnak tartjuk, hiszen az elmúlt évek azt sugallják, hogy kevesen jelentkeznek az MTMI képzésekre. Nagyon nagy szükség van arra, hogy a diákok, főleg a középiskolások olyan programokhoz kerüljenek közel, amelyekben akár maguk is vizsgálatokat, kutatásokat végezhetnek. Tehát nem csak egy előadást hallhatnak, hanem aktívan is részt vehetnek programokban. Az egyetemünkön folyó programok közül kiemelném például a kutatóhelyi nyílt napokat, vagy a nyári egyetemi képzéseket, vagy versenyfelkészítéseket is, vagy robotika programozás élménynapokat, ahol konkrétan a mi oktatóinkkal, az egyetemi oktatókkal együtt akár egy programozási feladatot, akár egy kísérlet sorozatot végezhettek, és nem csak mint kísérletezők, hanem mint adatelemzők, értékelők, eredményeket publikálók is részt vehettek. Említette, hogy kevesen jelentkeznek ezekre a szakokra, de mi ennek az oka? Ha középiskolákat szeretnék megcélozni, ugye a középiskolások, a középiskolákon is múlik, hogy hiába egy humán képzést nyújtó középiskola, hát valószínűleg azért járnak oda a gyerekek olyan igen szakokra, mert hogy ugye annyira nem igazán kedvelik a reált, tehát effektíve kellene egy, most így mondom, csúnyán felvevő piac is. Mennyire sikerül őket egyáltalán megtalálni, vagy milyen középiskolákat próbáltak megcélozni? Igazából a régió középiskoláira fektettük a hangsúlyt, hiszen a beiskolázási profilunk azt mutatja, hogy leginkább a régió középiskoláiból jelentkeznek hozzánk. Azt gondolom, hogy a felvevő piac az nyitott, tehát nyilván ezekre a szakokra még mindig hiányoznak a szakemberek. Igazából ez az oldal adott.
Nem mondanám, hogy a pedagógusok nem tesznek meg mindent, hiszen nyilván ők is odafigyelnek arra, hogy ezek a tantárgyak, ezek végül is hát érdekesek legyenek a gyerekek számára. Mégis ugye azt kell lássuk, hogy nem szívesen tanulják ezeket a tantárgyakat a gyerekek. Nézzük a kémiát, vagy a matematikát, ugye, vagy a fizikát, tehát nem nagyon népszerűek. Pedig izgalmasak lehetnek, igen. Bocsánat, hogy a szavába vágok, csak izgalmasak lehetnek, hogyha olyan példákon keresztül vezetjük rá őket. Gondolom. Igen, mindenféleképpen, tehát a pedagógusok is már igyekeznek a játékos elemekre, kísérletekre fektetni, fordítani a hangsúlyt. Szerencsére más pályázatok támogatják is ezt a fajta módszertani megújulást. Én azt gondolom, hogy ebben már történt előrelépés. Ezért is látjuk azt, hogy ha nem nagy százalékban, de azért egy pici előrelépés mutatkozik a mérnök pálya, informatika pálya, természettudomány pálya iránt. Kiemelném, hogy leginkább itt voltak előrelépések, és azt gondolom, hogy ezt tovább kell folytatnunk. Tehát minél több gyerekkel meg kell ismertetni a lehetőségeket, nem csak azt, hogy milyen szakokat fog és hol fog tanulni, hanem azt is, hogy ezzel a diplomával hogyan tud majd elhelyezkedni a jövőben, milyen szakterületeken, milyen vállalatoknál és milyen munkakörökben tudnak majd munkát vállalni ezek a fiatalok. Mindjárt fogunk erről is beszélni, de annak is van hozadéka, hogyha jelentkezik, ha jól tudom, és még igazából egyetlen egy napot sem töltött el a felsőoktatásban, ugye? Tehát, hogy vannak erre támogató programok. Igen. Szerencsére vannak olyan lehetőségek, hogy például mi is kínáltunk egy ilyet, hogy 40 órában akár egy olyan kis mérnökképzést kaphatnak ezek a fiatalok, és kaphattak, mert már ezek a programok már háromszor is megismétlődtek az egyetemünkön, ahol a műszaki területek tulajdonképpen minden részébe bepillantást nyertek, tehát a gépgyártás technológiától kezdve a hegesztés technikán keresztül nagyon sokféle területet érintettek, és egy kicsit maguk is egyetemistává válhattak, és ez azt gondoljuk, hogy azért volt nagyon fontos, mert nem csak az oktatóinkat ismerhették meg, nem csak azokat a laborokat és azokat a műhelyeket, ahol majd tanulni fognak, hanem a hallgatóinkkal is kapcsolatba kerülhettek, és bepillantást kaphattak abba is, hogy ezekkel a szakterületekkel majd hol és hogyan fognak tudni majd elhelyezkedni. Emellett pedig van egy ösztöndíj program is. Igen, ehhez a GIP-hez is, tehát ehhez a 40 óráshoz is kapcsolódott egy ösztöndíj program, de tudjuk azt, hogy nem csak a mérnök területen, hanem az MTMI szakokhoz kapcsolódó tanárképzésre is fontos gondolnunk, hiszen tudjuk azt, hogy ezeken a szakterületeken nagyon nagy a tanárhiány, még mindig. És úgy látszik, hogy ez a tendencia nem nagyon akar erősödni. Bízunk abban, hogy a most ugye már 5 éves képzésben lehetnek pedagógusok a fiatalok, most már elindult ugye az első diplomásoknak a munkába állása, bízunk abban, hogy egy picit majd erősödni fog az MTMI területek felé is a tanári továbbtanulás, és itt is van egy olyan ösztöndíj program, ami ezt segíti, és ami én azt gondolom, hogy nagyon jó motivációs lehetőség a fiatalok számára, ez nem más, mint a Klebersberg ösztöndíj program. Beszéljünk akkor az elhelyezkedésről. Azt lehet mondani, hát én így kívülállóként gondolnám egyébként reál, ott valószínűleg nagy a hiány, mármint a munkaerőpiacon belőlük, 100%-os ezt 100%-os az elhelyezkedés? Igen, én ezt megerősítem, hogy aki ilyen szakterületen tanul tovább, és diplomásként végez, ott bizony keresik ezeket a diplomákat, úgyhogy én csak tényleg biztatni tudom a fiatalokat, hogy MTMI területen tanuljanak tovább. És még egy dolog az elhelyezkedés, de az átlag fizetések, azok mennyik lehet itt erről valamit tudni? Hiszen hát azt gondolom, hogy így fix árakat nem tudok mondani. Viszont azt gondolom, hogy mind a pedagógus pályán, mind pedig a mérnök pályán is szerintem most már kecsegtetőek a fizetések, és ez is egy olyan lehetőség a fiatalok számára. Nyilván nagyon fontos a bér is, és én azt gondolom, hogy nem rossz ezeken a területeken tanulni, hiszen a bérezés is egyre jobb lesz, egyre ígéretesebb. Még az elhelyezkedése kerülne a sor, azért ahhoz meg kell küzdeni, hogy valaki megszerezze ezt a, most így mondom, papírt. A hallgatói lemorzsolódás az mennyire jellemző önöknél?
Van azért egy kisebb fajta hallgatói lemozsódás, hiszen a műszaki informatika területeken a matematika, a fizika, néhány esetben a kémia tantárgyaknak a ismeretanyaga nyilván nem könnyű. Tehát ezeknek a előkészületei, felkészítő kurzusokon való részvétel mind-mind segíti a lemozsolódás csökkentését. Ugyanakkor pedig igyekeztünk a hallgatóinkat olyan mentorprogramba is bevonni, ahol középiskolásokkal is együtt tudnak működni, ahol példát tudnak mutatni, segíteni tudják a középiskolásokat az ilyenfajta szakterületek irányába való elmozdulásban, motiválásában. Ez is egyfajta lemozsolódás csökkentő lehetőség. És nyilván azokat a egyéb más lehetőségeket is próbáltuk a hallgatóinknak kínálni, mint például a duális képzés vagy a kooperatív képzés, ahol minél hamarabb a vállalatokkal, illetve ugye az ipari szférával kapcsolatba tudnak kerülni, és ahogyan látják ott, hogy ott milyen elvárások vannak, milyen kompetenciáknak kell igazából megfelelni, azokat is próbáltuk az egyetemen erősíteni, segíteni, hogy még inkább motiváljuk őket, ne hagyják abba, ne adják fel, diplomát szerezzenek. Még egyetlen egy kérdés beszélgetésünk végén. Február 15-e a felvételi jelentkezési határidő, addig hogyan próbálják meg őket elérni, a fiatalokat, hogy jelentkezzenek önöknél, hiszen hát most ugye a járványhelyzet kellős közepén személyesen nincs lehetőség velük találkozni, jól tudom. Igen, online formában viszont igen, és ennek is van előnye, mert még szélesebb körben tudjuk programjainkat kínálni, és a szakpárainkat, illetve a szakokat kínálni. Én azt gondolom, hogy egyetemi úgynevezett online nyílt napokat fogunk majd szervezni. Már ezeknek az előkészületei megkezdődtek, minél gyorsabban szeretnénk eljutni ezen keresztül a középiskolások körébe, és február 15-én várjuk a jelentkezést. Köszönjük, hogy itt volt nálunk. Én is köszönöm. Ennyi fért ma a 35 perc című műsorunkba, de ha tehetik, tartsanak velünk szerdán is. Aznap beszámolunk az elmúlt évben történt munkaerőpiaci változásokról, valamint szó lesz a január elején szigorodott drón használatról is. Viszontlátásra!